Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez a Duna TV élő adása. Itt vagyunk nagyanyed mellett a Farkaspataknál, mivel hogy értesüléseink szerint Románia területén nagyon megnőtt a veszélyes hulladékok környezetbe való kerülése. Éppen ezért a Let's Do It Romania kampány keretein belül a nagyanyedi 121-es számú Bethlen Gábor cserkész csapat is részt vett ezen akció lebonyolításában. Ők ezt a Farkaspatak melletti helyszínt választották ki, mivel hogy előbb is kijártak ide, és látták, hogy rengeteg összeszedni való szemét van. Éppen ezt próbáljuk most bemutatni egy ezen rövid riport ideje alatt. Itt, amint látható, elő már összeszedték a szemetet, csatlakoztak önkéntes diákok és tanárok is. Éppen ezért lehet látni, itt van egy lapát, szerszámok, szemetes zsákok, és hogyha letekintünk, akkor észrevehető, mennyire súlyos a dolog. Építkezési hulladékot találunk a patak medrében. Igaz, hogy a patak ki van száradva, de ennek azért mégse itt lenne a helye. Tovább menvén észrevettük, hogy a helyi önkormányzat tisztviselője, amikor meglátta mekkora szennyezést, hirtelen agyvérzést kapott, és próbáljuk fotolni a vérét egy ilyen patakban talált perfúziós szerelékkel. Reméljük, hogy sikerül. Még szerencsére kaptunk, és volt pár jó ember, aki arra gondolt, hogyha beledobja a patakba a perfúziót, akkor még ennek hasznát is vehetjük. A munkának vége, de nem a gyárból jövünk ki, hanem mindenki hazament, illetve mindenki a saját dolgára. Tőlem balkész felől lehet látni, hogy mennyi szemét gyűlt össze. Lettek ilyen extrém esetek is, hogy használt autógumi, perfúzió, gyógyszer, kávésdoboz, nájlonzsák, az elég sok volt, műanyag üvegek, rendes üvegek, és az építkezési hulladékon pedig tényleg megakadhatatlanul, ami a patak medrében van. Tudósításunknak vége, reméljük, hogy ezentúl jobban odafigyelnek majd a környezetvédelemre, mivel ha mi nem vigyázunk, akkor az utódaink csak mocskosabban kapják ezt a földet. Tehát mi ebből a tanulság, hogy tehetsz rá, vagy tehetsz ellene? No, mi a másodikat választottuk.